A Magyar Falu program keretében megújult a Hőgyészi óvoda. Az óvoda korszerűsítése mellett a község a faluház felújítására 36 millió forintot nyert el, továbbá 38 millió forintból újítottak fel két belterületi útszakaszt. Az óvodánk udvara újult meg, rengeteg új játékkal, közel 5 millió forint értékben, és az óvoda alsó épülete is szintén ugye energetikai korszerűsítésen esett át, a tető és ugye nyilászárók, továbbá ugye külső szigetelése történt meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az ünnepélyes átadón, aki elmondta, hogy reményeik szerint a közeljövőben még egy nagy beruházásra is sor kerül. Reméljük azt, hogy nem sokára egy bölcsödei szobát is ki lehet alakítani a településen, illetve, hogyha így növekszik a gyereklétszám, akkor a három csoport mellett itt az óvodánál egy negyedik csoportot is el kell indítani. Ennek örülünk. A Magyar Falu programban Hőgyész már 110 millió forintot nyert el, melyből fejleszthetik a községet.